Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a stúdióban Pesti Mariannét, akit abból az alkalomból hívtunk meg, hogy a koronavírus idején olyan kulturális menedzser, illetve ilyen népművelő, népnevelő szerepet is töltött be, legalábbis nekem is volt szerencsém találkozni az ő munkájával, pedig ez egy baráti körből indult ki, és aztán, ahogy így hallom innen-onnan a vízhangokat, ez már-már ilyen fővárosi szinten ismerté lett. Én például a neves fordító Gálvölgyi Judittól kaptam meg azt az összeállítást e-mailben, amit Marianne készített minden nap szorgosan, általában éjszaka, a koronavírus idején, hogy legyen miből művelődnünk, legyen mivel eltölteni azt a 24 órát, ami hirtelen nagyon sok lett a járvány idején. Honnan jött ez az indítatás, hogy elindítottad ezt a, én már mondhatom is, egy ilyen kulturális mozgalmat? Hát tulajdonképpen onnan van, hogy én két csoporttal is, vagy kialakítottam két csoportot, vagy adódott két csoport, a általános iskolás osztálytársaim, meg a gimnáziumi, és mikor egyszer, még mit tudom, március 15-én, vagy valahogy hogy kaptam így, egyik barátnőmtől egy levelet, hogy a mit tudom, hogy meg lehet, felszabadították a filmarchívumot, vagy szóval nem tudom, melyikkel kezdődött. Igen, hogy akkor hirtelen megnyíltak hogy ezek a csatornák. Igen, hogy lehet nézni, és akkor mivel mi egyébként is egymás között évközben is, ha valami jót olvastunk, vagy jó filmet láttunk, vagy valami színdarab nagyon bejött, akkor azt megírtuk egymásnak. Azért ez nagy dolog általános iskolai, meg középiskolai barátsággal. Hát na persze, ilyenek vannak benne, mint a Gálvölgyi Judit, szóval van pár olyan, aki azért ebben mozog. De mesélted nekem, hogy még Pestig Mária Zita is visszaírt igen, neked. Igen. Pedig igen. Nem ismerted korábban. Nem. Nagyon ő sok. Minek kapcsán írt vissza neked, ha rá lehet kérdezni? Igen, írtam, hogy az unokáimmal voltam a Szabadságtéren. Ott megnéztük, hát a játszótéren voltunk tulajdonképpen, de a játszótér mellett van egy ilyen vizes élmény, lehetőség. És ez akkor oda mentünk, igen, ez ott az emlékmű előtt van, és hát persze oda mentünk, mert hogy ott rohangáltak ki be, meg fotózkodtak a külföldiek, és akkor a 10 éves Ákos unokám az felfedezte, hogy mi ez a szobor, mi az, amik ott ki vannak rakva az emlékmű előtt, és akkor mondtam, hogy mi az az emlékmű, hát ugye a magas szintjén, és oda mentünk, és elkezdte, hát három gyereke voltam, egy 6 éves, egy 8 éves, és egy 10 éves. Az igen. És akkor elkezdtem nekik mesélni, hát amit kérdezgettek, hogy ez mi, meg miért van kirakva, itt, ami, és akkor... Ugye hát mondjuk el, hogy itt a fő emlékmű, ugye a Gábriel... Igen, arkangyal kapcsán, igen, ugye igen, a német megszállás. Hát igen, nehéz szóval, ezt megfogalmazni, igen, ki igen, hogy értelmezi, hogy, igen, és hogy a Magyarország előtte, szerepe ebben a német megszállás idején. Hát mondjuk erről azért annyit nem meséltem nekik. De ugye előtte vannak a... Előtte van ez a Eleven emlékműnek nevezett kiállítás, és ott tényleg ki vannak rakva fényképek, meg régebbi, tehát ilyen abba a korból származó holmik, bőrönd, tudom én, tehát ugye azért lehet érezni, a gyerekek is érezték, hogy ez valami komoly valami, és nem csak úgy oda van hányva, hanem hát valami jelentés ennek van, és akkor azt elkezdtem mesélni. Na most ezt ugye, mivel hogy... Beírtad a leveletbe? Igen, hogy egy hogy idő ez után, nehéz volt. Hogy én minden nap összeállítottam valamilyen nézhető, szórakoztató dolgot, és egy idő után valahogy kikívánkozott benne, hogy mindig megírom, hogy aznap valami fontos, vagy valami, ami bántott, vagy mindegy, szóval valamit írtam, ami igen, úgy de ami magamról szól. Ilyen közre számot igen, tehát tulajdonképpen érdekesség. Magamból adtam valamit. Igen, igen. És az egyik alkalommal ezt leírtam, és akkor erre kaptam több helyről is választ, a többek között az... A közgazdásztól, igen, ismert közgazdász. Igen, hát ugye... Olyan egy oldalú ismeret, hogy én ismerem, ő nem ismert, de hogy visszaválaszolt, nagyon kedvesen,
hogy és tanácsokat közvetlenül. Igen. Hát nem, elmondta, hogy ők Prágában voltak, és hogy a 10 éves lányunokájával elmentek a zsidó negyedbe, és megnézték a zsinagógát, és hogy ott ő hogy beszélt a unokájával, mit mesélt neki, mm-hmm. és hogy aztán a kislánynak milyen reakciója szóval volt. Szóval nem csoda, hogy te a Pesting Mária Zitától is kaptál visszajelzést, meg ki tudja még honnan, hiszen ez egy nagyon alapos válogatás, amit te minden nap elkészítettél. Ugye a TV filmektől kezdve az operáig, a balettig, a könyvig, a színházig, és az egyéb filmes művészeti alkotásokig, és van, amikor nem is egyet, hanem többet igen. felsoroltál, hármat, négyet, és ugye nagy értéke volt ennek az összeállításnak az, hogy időpontokat írtál, az, hogy például a Metropolitanben mikor élhető el, és meddig nézhető igen. meg, hanyadikától, vagy éppen hány órától meddig látható az az alkotás, vagy az az előadás pontosabban, és csatoltál még prózai műveket is, ami nagyon unikálisnak számított szintén. Ha jól tudom, te bankban dolgoztál, és program rendszergazda voltál, és akkor honnan jött ez a művészeti indítatás? Hát tulajdonképpen nem tudom. Hát gyerekkoromban azt hiszem akkor természetes volt, amikor a 50-es évek elején, vagy amikor én gyerek voltam, hogy mindenki eljutatott operába, meg színházba, meg azzal együtt, hogy egész máshogy mentünk oda, mert valahogy lelkileg is felöltöztünk, tehát készültünk rá, hogy mi este megyünk, és szóval rendszeresen jártam a családommal. Ez most hiányzik az életből, úgy érzed? A fiatalok hát, életéből, vagy úgy általában? Nem tudom, hát nem mert az, én járok rendszeresen volt. Színházba most is, és majdnem telt ház van, de nem úgy öltözünk. Tehát úgy, ja, este színházban, és akkor megyünk. Jó, előre beszerezzük a jegyet, tehát készülünk rá uh-huh. ilyen formán, uh-huh. meg megnézzük, hogy mit nézzünk meg, tehát kiválogatjuk, de jó, tehát de volt bérletet feltételezzük, ugye gyerekkoromban, igen. Gyerekkoromban is, és még emlékszem arra a ruhára, amiben az operába jártunk, tehát volt külön olyan ruha, amit erre vettem föl. Igen. Hát persze nem valami, nem tudom, ilyen taft szoknya, és akkor tudom én, egy blues, szóval, na mindegy, és tehát mindig valahogy, és nálunk a családban az olvasás az mindig egyértelmű, mindenki olvasott, könyvtárba járt, vettük is a könyvet, de könyvtárba is jártunk, és úgy meg is beszéltük, és ugye a húgom például könyves vonalra ment, tehát az egész életét könyvek között töltötte, én is azóta is olvasok, és rátértem az e-könyvre, és ott volt a lehetőség, hogy ugye színházat, meg mozit, meg múzeumokat, ilyeneket tudtam az internetről. Mennyi időt vetesz el? Sokat. Sokat. Mert ráadásul te végig is néztél adott dolgok igen, esetben. Igen, az elején biztos. Most már csak bele-bele nézek, hogy na ez jó lesz, vagy tudom én, és hát, na szóval mindegy, hogy voltak könyveim úgy, hogy a könyvet azt én a saját gyűjteményemből adom. Sajnos nem, arra nem kapok visszajelzést, hogy hányan olvassák. Egyről tudok, nem, kettőről tudok, akik figyelik, hogy milyen, és hogy olyan-e, ami nekik éppen kell. Aha. Na jó, de hát akkor is, ha úgy vesszük, ezt márciustól, március... Hát ma van a 129. Végén. Nap. Az igen. Én direkt igen. megnéztem. És még mindig nem hagytad abba, nem, még tegnap éjszaka nem. is igen. kaptam igen. el vele. És megnéztem, hogy az amit egyik... egyébként én is adok tovább, meg kell, hogy mondjam neked. Hogy például tegnap fedeztem föl, aztán le is írtam a levélbe, hogy az egyik angol opera, az egészen augusztus 16-ig közli, hogy miket fog adni, tehát mi az, ami elérhető ingyen, úgyhogy akkor addig, hát ugye hozzáveszem a többit, ha már egy van. Múzeum az, arra is még az elején kaptam az egyik barátnőmtől olyan múzeum címlistát, meg képet, hogy megadom, hogy hol lehet bemenni, és akkor annak a városnak, annak azt a kiállítást
lehet megnézni, a termek között lehet járni, a képeket külön meg lehet nézni, akár kinagyítva is, úgyhogy hogy... Azt hiszem, sokunknak van szüksége a manapság erre. Egyrészt azért, mert azért még mindig rohanó az élet, persze nem mindenkinek, de másrészt ugye a borsos árak, és akkor legalább így interneten. Hát meg már azért lusták is vagyunk, de hogyha ez így olyan, hogy nem kell elmenni, amikor lehet, akkor se muszáj elmenni, hanem ott mit tudom, akár előkészül arra, hogy ő majd ezt a múzeumot megnézi, és akkor megnézi, és aztán, ha úgy adódik, elmegy. És búvárkodásait közben milyen újdonságokkal, vagy milyen meglepetéssel találkoztál? Mi az, ami úgy megragadott, meg megmaradt benned? És... Aminek nagyon örültem az, hogy még az elején felfedeztem, hogy mennyi balett van az interneten. Tényleg nagyon sok, túlnyomó részt szovjet vagy orosz, de másmi. Azelőtt nem voltál egy nagy balettrajongó? De volt egy időben bérletem is a barátnőmmel, de utána ő már nem jött, és egyedül meg azért az nem olyan. Uh-huh. Szóval valahogy ezeket a dolgokat az ember szereti kimarad, megosztani, vagy, szóval hogy közös élmény legyen. Hiába, hogy közben csöndben nézi az ember, de azért mégiscsak valahogy utána esetleg, vagy nem tudom, szóval mégis úgy más együtt menni valakivel. De hát ugye a balettot nem néztem, és itt viszont előkerültek. Sőt, olyan balettok is, amiket én itt Pesten nem láttam. Tehát, hogy nagyon... És akkor azokat is fölraktam, és akkor megtaláltam még valamikor, a múlt században láttam egy férfi kart, nagyon érdekes balett volt, és akkor föl is vettem szalagra, de hát ugye ma már ezek már nem nézhető szalagra, vissza. Az igen. És akkor most megtaláltam, és teljes extázisban voltam, és szét is küldtem, és az egyik ismerősöm visszajelezte, hogy ő tovább küldi nagyon sok helyre, és hogy tehát a barátnőm barátnője visszaírta, hogy hát ez fantasztikus, hogy annyira hiányzik is neki, hogy most nem mehet, mert ő rendszeres operába járó volt, balett előadásokra járó volt, és hogy most ilyeneket lát, hát, és ezekben az a jó, hogy amit a YouTube-on néz meg az ember, az mondjuk majdnem mindig később is visszanézhető. Tehát a levelekben is, mondjuk az opera előadások egy része nem, mert hát nyilván a Metropolitán most adja, és meghatározott meg a többi opera igen, is. Igen, csak most nyitottak ezek a vírus idején. És hogy mondjam, szívfájdalom nélkül, tehát tényleg adják, jó, kírják, hogy adományt elfogadnak persze, de nálunk például azt hiányolom, hogy nincs. Tehát olyan régi felvételek vannak, és kevés. Mármint, hogy Magyarországon. Magyarországon, igen. És mondjuk felszabadították a filmarchívumot, de le is vették. Tehát, hogy van, hogy én beraktam, mert azért valamennyire előre dolgozom, beraktam itt olyan 2 hét múlva valamilyen filmet, teljesen egyszerű magyar filmet, és mikor reggel leellenőrzöm, és úgy küldöm el, hogy, hogy hát azért lássam, mert jártam úgy, és akkor azért nem szerintem, és mert akkor már a vírus... Ilyen, hogy törölték. Hogy a... Mert már hogy vége a vírus korszaknak? Nem tudom. Igen, hát, hogy lehet, hogy ez jogvédelmi, vagy nem tudom miért, tehát, hogy egy darabig, mit tudom én, most nem tudom ezt, hogy megy, hogy egy hónapig felszabadítják, de utána nem, mert nézzék pénzért, vagy szóval nem tudom. Igen. És ugye a te személyes üzeneteid között például a legutóbb is az volt, hogy de ne felejtsétek el fölhívni a barátaitokat. Neked akkor most sok barátod lett, és hogy visszacseng a fülembe, hogy akkor igen, hívjuk fel a barátainkat. Igen, én úgy éreztem, hogy szóval, ahogy én nekem hiányzik, hogy beszéljek valamit, mert azért hát most otthon van a férjem, együtt vagyunk, össze vagyunk zárva, hát most mit lehet annyit beszélni? Szóval, hogy más hangulatra, mit tudom én, vagy apróságot elmondani, vagy csak rákérdezni, hát ugye az elején, hogy van neked segítség, van, aki bevásárol, mivel töltöd az idődet, hogy vagy, mi van az unokákkal, szóval mindegy, valamilyen beszélgetés, tehát kapcsolatokat
nem szabad elveszíteni, az kell. És meddig tervezed még ezt folytatni? Hát igaziból nem tudom. Szóval helyes, ez jó hír, akkor nincs lezárás ezek szerint. Egyelőre, a vírus nem határozza meg. Nem, mert úgy látom, hogy hát olyan helyekről kapok levelet, hogy nem is tudom. Szóval a világ minden tájáról, mert éppen a valaki írta, hogy Londonból kapta a barátjától az értesítést, aki San Franciscóból kapta ezt a levelet, és akkor, hogy értesítette, mert pont benne volt az ő filmje. Úgyhogy... Hát akkor Pesti Mariannak köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba, és ezt a jó szolgálati, ha nem is koronavírusos, amíg, hogy már nem lesz szükség, akkor folytasd. Köszönöm szépen. Várjuk.